Sziasztok, kedves barátaim! Ez itt ismét a Sztárok és Cirkuszba járnak című rovatunk, amit már nagyon-nagyon régen láthattatok, na de újult erővel visszatértünk, ráadásul mai vendégünk egy mai sztár, egy mai ifjú színművész, Sándor Péter, aki többek között például a Budapesti Operett Színházban Karusszel, a Lilium szerepében is láthatjátok, nem tévedek, ugye? Nem tévedsz. Szia. Szia Peti, és szia Zsombi, ugye jól tudom? Igen, igen. Na hogyan tetszett nektek, kezdjük innen a történetet? Nagyszerű volt. Én életemben először voltam cirkuszban. Sajnos nem jutottam el odáig, mert a szüleim valahogy hát nem nagyon vittek el, de a Zsombi már több egyére volt cirkuszban, ugye? Pécsen is voltál, de hát összehasonlíthatatlan volt így ez a Zsombi elmondása szerint ez a cirkuszi élmény, ami a Zsombinak része volt. Meg hát ahogy a végén így mondva volt, hogy a varázslatot vigyük magunkkal, így én azt érzem, hogy ennek volt varázsa, én még ilyenben nem volt részem, újra gyerek voltam. Miket kiragadtál? De hát ugye picit azért szakmai szemmel is kiragadod ezeket a történeteket. Volt úgy szám, amit úgy kiemelni, vagy úgy összességében tetszett maga az élmény? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye van egy ilyen keretes szerkezet, amit észrevettem, amit a bohócok visznek a hátukon, és hát nyilván a bohócok azok mindig nagyon, az egy nagyon hálás szerep, de hát olyan artista mutatványok voltak, amik én csak így, tehát, hogy mondjam, nem volt időm izgulni nyilvánvalóan, mert így kapkodtam a fejemet, hogy nyilván nekem nem tudom, hogy az milyen volumenű mutatványa, hát nyilván a kutyákkal való foglalatosság az egy nagyon-nagyon komoly feladat. Nekem van kutyám, én tudom, hogy mennyit kell foglalkozni. Mennyit kell velük foglalkozni, igen. De hát itt azt hiszem 5 kutya volt, vagy 6, és így mondom, ilyet is tud egy kutya. Úgyhogy van mit még akkor otthon megtanítani. És te elárulod nekem, melyik volt a kedvenced, vagy inkább most ne kérdezzelek? Nina. Nina, ő az én kutyám. ja, neked ő így külön, de most ő nem volt itt, de mondjuk itt. Akkor a kutyák tetszettek? Mondhatjuk ezt. Mondhatjuk, akkor fogjuk rá, jó? Bohócok tetszett. Bohócok? Viccesek voltak? Nem. Nevettél rajtuk sokat? Igen. Akkor jönni fogtok még cirkuszba, mert mondtad, hogy úgy említetted, hogy ez volt az első. Igen. Én nem fogom kiadni ezt a lehetőséget, tehát megtisztelő volt, hogy egyáltalán így megnézhetem ezt az előadást. Én nem tudom, hogy mit élhet át egy színházi néző, de én, mint most itt a cirkuszban itt ültem, mint néző, azt tudom mondani, láttam már színházi előadásokat, de engem jobban ámulatba ejtett ez most, mondjuk, mint a színház, most ha lehet ilyet mondani. Mert... Hát lehet, sőt, ez egy gyönyörű vészó, köszönjük szépen, nem, de tényleg amúgy ez nagyon, nagyon jól megfogalmaztad, ez tök jó, hogyha így érzed valóban. De valóban, én mondanám, hogyha nem így lenne. Egy picit még akkor térjünk ki erre a Karusszel, ugye ezt nemrég mutattátok be. Igen. Ugye azt hiszem Dolhai Attilával vagytok váltó szereposztásban. Ez hogy megy? Mi a helyzet? Jól megy az előadás. Én abban egy csalogató fiú vagyok, ott is van egy ilyen körhinta, hát nem cirkusz, de hogy a Lilium, amit... De a milliója az hasonló, akkor hasonló picit. Hasonló a milliója, és amely szerepet én játszom, az kicsi ilyen, hát hogy mondjam, olyan, mint a te szereped itt ebben a cirkuszi, ebben a műsorban, és hát a nőket kergeti, meg a nőket kezelgeti, mert olyan értelemben. Én meg két olasz öreg bohócot, de az is jó amúgy. Igen, és jól megy az előadás. Teljesen más, amihez van az Operett Színház nézői szoka, más műfaj ez, mert a Molnár Ferenc Liliumja prózai darab van összefűzve a Broadway-jal, Broadway-es előadással, de én nagyon szeretem, meg szerintem a néző is. Hát elvileg nem tudom, hogy akik látták, én jó visszajelzéseket hallok róla, de nem látom magam kívülről. Tehát. Persze, világos. Na, de hát akkor lehet, hogy mi meg elmegyünk majd arra, és akkor végén ugyanígy beszélgetünk. Gyertek, cserebere. Így van. Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztetek bennünket. Hogyha ide szeretnétek jönni, akkor szeptember 8-áig tehetitek meg, ugyanis addig van repülőcirkusz. A Karusszel Lilium pedig gondolom jövő évadban is fut a Budapesti Operett Színházban. Ha Petivel akartok találkozni, ott lesitek meg, ha velem vagy velünk, akkor pedig szeptember 8, fővárosi nagycirkusz. Ezen kívül... Még az István a királyban az István szerepét játszom, azért még oda is gyertek, mert az is nagyon jó előadás. István a király, repülőcirkusz, Karusszel és minden földi jó. Sziasztok!